13. s egyben a jelenlegi helyszínen utolsó alkalommal rendezték meg a Manc focit a lakótelep betonrengetege között megbúvó kispályás futball találkozót. Tíber László az egykori kiváló labdarúgó 2009-ben hívta életre egykori és mai futballisták részvételével azt a közösségi eseményt, ami sem akkor, sem ma nem tucat történet, sokkal inkább egy szívet melengető, gondoskodó szeretettel megszervezett összejövetel, ahol természetesen fontos a csel, a gól, de a legfontosabb a barátság. Idén azonban a közösségnek el kell búcsúznia a tértől, mert az önkormányzat döntése alapján a futballpálya helyén egy parkoló, illetve egy gyermekeknek szánt kresszpálya épül. A jó hangulatú találkozót megtisztelte jelenlétével Cserpalkovics András polgármester, Őstör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok, és Kovács Zsoltné a városrész önkormányzati képviselője is. Mindenkinek azért ez egy fájó pont, ugye én is itt nevelkedtem, és sokszor én is itt játszottam ezen a focipályán, de sajnos be kellett látnunk, hogy tényleg elveszítette azt a varázsát, ami gyerekkorunkban volt ez a grundfocinak. Úgyhogy most már lépnünk kellett, a lakosok felől is volt nyomás rajtunk, hogy szeretnének változtatni. Úgyhogy én, mint képviselő úgy gondoltam, hogy megkeresem a lakókat, kikérem a véleményüket, és nagy arányban úgy döntöttek, hogy szüntessük meg a pályát, és több beruházás legyen rajta. Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték. Az Alba Arénában bemutatott Nikola Tesla Végtelen Energia musical megadta mindazt, amely lenyűgöz és elkápráztat, és egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret nyújt a legendás tudós életének, és hitelesen bemutatja a 19. század egyedi milliójét. Van szerencsém több éve játszani ezt a szerepet, egy meghallgatás keretében válogattak ki, és hát nagyon boldog voltam. Önmagába véve Nikola Tesla szellemisége, élete, az azt gondolom, hogy egy nagyon különleges, nagyon izgalmas, és hát sajnos valahol tragikus is. Ez mindenképpen üvöltött azért, hogy ebből egy színpadi adaptáció készüljön. A technikai bravúrok miatt pedig a musical műfaja nagyon közel áll hozzá. Birtokba vették a gyerekek Székesfehérvár belvárosát. Szombaton és vasárnap is a legifjabbaké a királyok városa. Már az első napon rengetegen látogattak ki a családi programokra. A gyermeknapi 7-7 játékfesztivál mindkét délelőtt 10 órától este 7 óráig programokkal várja a családokat. Sok-sok játék, zenés, mesés, színpadi produkciók, lovagi torna, bábszínház, logikai játék, kézműves foglalkozás is várja a látogatókat. Kicsik és nagyok egészen biztos, hogy nem unatkozhatnak ebben a két napban. Egy nagyon míves, szép rendezvény, valóban átadjuk a belváros kulcsait jelképesen, és aztán gyakorlati értelemben is a gyermekeknek, így gyermeknaphoz közeledve. Most már régi, szép, több mint egy évtizedes hagyomány ez. Örülök, hogy úgy néz ki, az időjárás is abszolút kedvező, és már reggel óta sok gyermek jön, de hát a következő órákban tényleg el fogják lepni itt Székesfehérvár főterét és belvárosát. Nagyon jó kis rendezvényelemek vannak, programok vannak, kézműves dolgok vannak. És Kisfalud is a gyermekek élet. Gyermeknapra és piknikre várta a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Kisfaludra a városrészben élő családokat. A közösségi házban és a sportpályán az egész napot felölelő ingyenes programkavalkádban játékok, arcfestés, zenés, mesés, színpadi műsorok és népszerű muzsikusok játékos koncertjei szórakoztatták az ünnepre érkezőket. A Pitty Pang zenekar családi koncertjével kezdődött a nap. A népszerű muzsikusok táncba és közös éneklésre hívták a gyerekeket, de természetesen a különböző udvari játékok és foglalkozások is nagy sikert arattak. A napsütéses szombaton Cserpalkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester is kilátogatott a rendezvényre, ahol Horváth Miklós Csaba, a városrész önkormányzati képviselője, örömének adott hangot, hogy idén is sokan választották a hagyományos családi találkozót. Minden korosztálynak, generációnak ma már megvan a napja. A gyermeknap nekem azért különösen kedves ma, nekihozhattam a három unokámat,
És amikor jöttünk, akkor kérdezték, hogy Miki papa apák napjára is elviszel bennünket. Mondom, nagyon szívesen, csak még nem tudom, mikor lesz. Majd komolyra fordítva, valóban, hogyha körülnézünk itt Kisfaludon, elég jó a hangulat már.